Békésen legelésznek a rackák a Farkas-szigetben, ezen a körülkerített, őrzött területen. Bemenni nem lehet közéjük, mégis az ember legszívesebben közelebb húzódna hozzájuk, hiszen olyan különleges állatok, melyeket érdemes jobban szemügyre venni. Az apróságok pedig egyszerűen kézbe kívánkoznak. Bárki megnézheti őket itt a szigetben, és érdemes, hiszen őshonos magyar állatokról van szó, ha a rackákat említjük. Európában honfoglaló őseink honosították meg ezt a fajt. Hát ugye, amiket itt látunk, ezek racka birkák nagyjából, ez Magyarországon a Kárpát-medencében egy őshonos birka típus. Tulajdonképpen két nagy ismeretője van, az egyik a csavart egyenes állású szarva, amelyik a kosoknál kicsit szélesebb terpeszű, a anyaállománynál kicsit szűkebb termesű, és a hosszú csavaros zsinóros szőre, ami most itt a képeken nem látszik, mert ugye most nemrég estek át a birkanyíráson. Ugye azt érdemes tudni, hogy ez gyakorlatilag a honfoglalás korában már itt volt a területen, vagy velünk érkezett, ezt az ezzel foglalkozó kutatók vizsgálják és talán kicsit vitatják, de lényeg az, hogy mindenképpen adaptálódott a Kárpát-medence klímaviszonyaihoz. A ma, így körülbelül olyan 100-150 éve Magyarországon termelt merinónál ez egy sokkal külterjesebb tartást elviselő fajta, ehhez az hozzátartozik az is, hogy rosszabbak a növekedési erője és húskihozatal, a betegségekkel szemben ellenállóbb, a nevelésben sokkal szívósabb, tehát gyakorlatilag nem igényel olyan gondosságot, mint egy merinó állomány. A születéskor semmiképpen nem szarva születik, de utána napokon belül elkezd a szar növekedése zajlani, és hát minden évben gyakorlatilag egy-egy újabb gyűrű, pontosabban több-több új gyűrű rakodik rá, tehát a korával arányos a trófa mérete. A racka tehát egy őshonos magyar juhfajta, de mára a számuk lecsökkent. Ennek elsősorban az az oka, hogy más, finomabb, gyapjas birkafajták kiszorították őket, mint például a merinó. A magyar pásztornyelvben a racka az a juh, és a birka az összes többi, tehát ez az ősiségét is mutatja. Én azt tudom mondani, hogy érdemes tartani olyan embernek, aki nem elsősorban gazdasági hasznot lát, vagy szeretne benne látni, hanem akár esztétikai élményt, akár pedig a saját célú étkezés felhasználás, mert a hús minősége, íze az mindenképpen jobb, mint a merinóé, pontosabban kevésbé birka jellegű, de hozzátartozik, hogy természetesen kisebb termetű, lassabb növekedésű, tehát egy külterjes extenzív fajta. Az biztos, hogy ugye valamikor a suba ebből a birkának a szőréből készült, mert hogy ez sokkal hosszabb szőrű, csavarosabb, szebb, viszont a manapság a szőr felhasználása, gyapjú felhasználása nagyon nehézkes, mert ez a szőrtípus nem olyan jó a feldolgozása, mint a merinó, tehát gyakorlatilag eladhatatlan a gyapja. A rackát ma jelenleg genetikai tisztaságának megőrzése véget tenyésztik. Az állat színe vagy fehér, vagy fekete lehet. Magyarországon védett állattá nyilvánították. Itt az van, hogy ha tiszta vérbe akarja az ember megtartani, akkor ugye ma Magyarország hivatalosan megfelelő fajkosokat kell tartani. Itt is elképzelhető az, mint minden más állatfajnál, hogy egy keresztezést hajtson végre, tehát gyakorlatilag itt több olyan birka van, ami kint a legelőn merinó kostól űzet törőd be, ezt ugye F1-esnek nevezik a keresztezésnek ezt a szintjét. Ennek az előnye, hogy jobb húsformákat hoz, mint a racka magával hozna, viszont váratlan hozza magával azt a szívóságot, edzettséget, amit az anya visel magán. Nyaranta, ahogy a jó idő beköszönt, kihajtják az állatokat. Telelés szempontjából nem olyan kényes fajta, tarthatjuk őket akolban, de szívesebben vannak a kissé fedett, szabadon lévő kifutóban. Gyakorlatilag ugye a birka az füvet eszik, és ilyenkor nyáron egész évben kint vannak a pusztában, és ott legelnek a többi birkával együtt, télen pedig át ugyanúgy, mint a többiek szénát. Gyakorlatilag nem is tálózva, mint a merinó, hanem teljesen szabad tartásban, tehát bár van egy fedett hely felettük, de ritkán veszik ezt igénybe, és hát ugyanaz a lekaszált szénán, mint egy merinó állomány, de a merinót azt abrakolják, zárva tartják, melegen tartják a fiatal bárányoknak, plusz takarmányt illik adni ahhoz, hogy a megfő növekedést összehozzák, ezeknél ez a probléma nem áll fent. Általában egy olyan két héttel ezelőtt van a kihajtás, itt ez ugye mindig igazából a Hortobágyi Nemzeti Park engedélyéhez kötődők. Itt most ezek azért vannak még bent, mert mi kihasználjuk arra, hogy a nagyobb gyepterületeink karbantartását már igénybe vesszük, tehát gyakorlatilag a fűnyírógépnél olcsóbb és jobb munkát végeznek.
A racka jó tejelőnek számít, tejét feldolgozzák, legtöbbször sajtokat készítenek belőle. A racka évente ellik, általában egy bárányt, de ikerellés is előfordulhat, amit a Farkas-szigetben ez az állomány is tanúsít. A racka birka tartása nem egyszerű, figyelni kell arra, hogy a racka is nyájban élő állat. Tulajdonképpen van értelme, itt a van is, nem is egy hely, a városban is akár, ahol használják ilyenre, de azért azt látni kell, hogy a birka az nyájban élő állat, tehát egy birkát, kettő birkát nagyon nehéz nevelni, és ezen kívül a szaporodásához pedig ugye mindenképpen szükség van a kosra, amelyik a magányos kos azért akár durva természetű is tud lenni. Tehát egy ekkora szarval és a kosnak ennél nagyobb szarva van, ha az embernek neki megy nagyobb kerítést, elbontja ajtót, összetöri az hátrány. Tehát a birkát azt azért nyáron a legelőbb jó tartani. A racka piaci ára átlagosan 25 ezer forint körül mozog, de vásárok alkalmával nem kirívó eset, a 170 ezer forintos ár sem, ha szép a példány. Akinek a figyelmét felkeltette a racka, kicsi vagy nagy, fehér vagy fekete, csavart szarvú, vagy még épp hogy csak szarvadzó egyet, az szemügyre veheti a Farkas-szigetben, itt a főépülettel szemben lévő füves területen.